önérzetféle. Úgyhogy elkezdtem sikítani. Egyre hangosabban és hangosabban sikítottam. Megpróbáltam kinyitni a kocsi ajtaját, hogy kiugorjak a kocsiból. De ő megragadott a nagy mancsával, és lezárta az ajtót. És éppen akkor értutol minket egy motoros rendőr. Mutatta, hogy álljunk le az út szélén. Én meg gyorsan felvettem és bekomboltam a blúzomat, de a zsaru benézett az ablakon. Szigorúan rám nézett, és elkezdett kérdezgetni. És tudja, mit mondtam? Azt mondtam, azért sírok, mert az orvostól jövök, és injekciót kaptam. És amikor most rálőttek a gyerekeimre, ugyanazt éreztem, mint ott a kocsiban. Az, hogy csapdába estem, hogy áldozat vagyok. Áldozat. Egy férfié. Utáltam a férfiakat egész életemben. Utáltam őket. De mondok még valamit. Amikor teherbe akartam esni, elindultam és kerestem magamnak egy klassz példányt. Egy jó felépítésű, csinos pasit. És elcsábítottam. Ismerem a ciklusomat, elég volt egyszer. A gyerekeknek nincs szükségük apára. Ezt Keren is tudja. Jól tudja, hogy milyen az apja. És mondok még valamit. Keren tudja az igazat. Tudja, hogy mi történt. Látta a gyilkost. És ő az egyetlen, aki ki tud húzni ebből. És ki is fog. Megint azt álmodtad? Hová mész? Meg kell találnom a pisztolyt. Frank, tudod hány óra van? Hajnali 3. Hogy védjem meg a gyerekeket, ha nincs meg a pisztoly? Mi a fenét csinálsz te itt? Azt a rohadt pisztolyt keresem. Nem tudtam aludni, és hirtelen eszembe jutott, hogy van itt valahol egy kis szakadék. Igen? Azt felejtsd el. Ott sincs. Nevetséges. Ötször annyit gondolok Diane Dawes-ra, mint a feleségemre. Diane Dawes elmebeteg. Ennek a Tilly házban volna helye. Eszelős őrült. Igen. És ez az őrült visszakaphatja a gyerekeket.
Vendégek jöttek. Tessék, jöjjenek be! Emlékszem még Cynthiára és Márta? Oh, de igen. Ő pedig Mr. Josiah. Josiah vagyok. Szervusz. És itt jön a másik fiam. Szervusz, Bobby. Frank vagyok. Frank Josiah. Hello, Bobby vagyok. Örvendek. Szervusz, Bobby. Foglaljanak helyet, tessék. Örülök, hogy újra találkozunk. Slavenék eddig több mint 200 csecsemőt és gyereket fogadtak begondozásra. Megkérdeztük a gyerekeket, mit gondolnak, mi legyen Robbival és Kerennel. Arra szavaztak, hogy fogadjuk be őket. Hát én nem is tudom, hogy köszönjem meg. Azt szeretnénk, hogy amennyiben a gyámhatósága mi javunkra dönt, jó helyre kerüljenek. De kényes feladat lesz. Mert azt kérjük, hogy segítsenek a gyerekeknek érzelmileg is. De semmiképp sem szabad befolyásolni őket abban, hogy mit láttak azon az éjszakán. Igen, tökéletesen értjük. Mrs. Downs! Mrs. Downs! Mit szól a gyámhatóság? Megesen egy kérdés! Mit szól a döntéshez? A gyámhatóság úgy döntött, hogy további határozatig nem láthatja a gyerekeit. Mrs. Downs ügyvédje vagyok. Kérem, a kérdéseiket ezentúl nekem tegyék fel. Mit szól a döntéshez? Le fogják tartóztatni? Letartóztatnak. Ki hallott már ilyen butaságot? Fellebezni fogunk a döntés ellen, és Diane hamarosan vissza fogja kapni a gyerekeit, annyit mondhatok. Egy hónapja vesztettem el Sónát, most pedig Kerent és Robit. Mit gondol, miért döntött így a gyámhatóság? Nem engednek oda a gyerekeimhez. Mi lehet a döntés? Olyan emberek közt élnek, akiket nem is ismernek, idegenek közt. Nem válaszolunk több kérdésre. Diane, sokan azt kérdezik, hogy csak a karján sérült meg. Hálát adok érte Istennek. Képzelje, ha a gyomrom balű az az őrült, mind meghalunk. Tudják, az, ami velem történt, bármelyikükkel megtörténhet. Beengedtem a rendőrséget a lakásomba, mindent elmondtam. Teszteket csináltattak velem, még a naplómat is odaadtam nekik, és a leveleimet. Jól tudják, hogy nem én tettem, csak már nem akarnak visszakozni. És ha maguk adójából fizetik őket, ezeket a kegyetlen, becstelen, lehetetlen nyomozókat. Mit akarnak magától, Diane? Azt akarják, hogy beismerjem, amit nem követtem el. Nincs bizonyíték. Nem én tettem. És nem is lesz rá bizonyíték, ha egyszer nem én tettem. Diane, csak még egy kérdés. Diane! Esélyt arra, hogy visszakapja. Most már bízza rám őket. Jól tudom. Nem tehetek róla. Én ilyen vagyok. Ilyen őszinte. Kerem, édes kicsikém, nincs semmi baj. Ne félj, édesem. Nincs mitől félned. Nyugodj meg, édesem. Kerem. Kerem, nincs semmi baj. Ne félj tőlem. Nem foglak bántani. Hidd el, soha nem bántalak. Hallod? Biztonságban vagy. Érted? Robi! Robi, mi baj, kicsikém? Mi baj? Bántott minket. Ki bántott? Jack. Milyen Jack? Jack és a farkas. Gyere ide. Nyugodj meg, kicsikém, semmi baj. Senki nem fog többé bántani. Diane! Mi az, be akar segíteni? Ma 9 mérföldet gyalogoltam. Mindjárt meghalok. Mindenem fáj, hólyagok nőttek a talpamon. Maga hogy van? Egész jól. Telefonált a főügyész, hogy nézzem meg egy pár fotót. De mondtam, hogy most nem ér rá. Semmit se köteles megcsinálni nekik. Ismerem a bizonyítékaikat, nagyon esetlegesek. Egyet tisztázzunk, jó? Maga az ügyvédem. Igen, és? Én bíztam meg. Aha. Nem maga mondja meg, mit csinálhatok és mit nem. Én döntöm el, hogy mihez van kedvem, és még egyet. Vissza akarom kapni a gyerekeimet! Visszakapja, de... Diane!
Diane, várjon! Ki kell dolgoznunk egy stratégiát. Igen? Ma megjött a hazugságvizsgáló eredménye. Elég rossz. Oh. Nyugi, 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 nem kell berágni, ez csak egy teszt. Nem bizonyíték. Privát teszt volt. Senki se tud róla. Csak ne menjen a rendőrség közelébe. Rendben? Igen. Megőrültem. Nem akartam felébreszteni apádot. Itt kellett ülnöm a sötétben. Van a születésnapom. Mindig csak dolgozzak, és itthon üljek, dolgozzak, és itthon üljek. Én is szeretnék egy kicsit élni. Felébreszted apádot. Jó van. De részeg vagy. Érzem a leheletedet. Itt más se lehet csinálni, csak gondolkozni. Én nem akarok gondolkozni. Ó, apukám! Hogy nézel ki? Majdnem mesztelen vagy. Hol voltál? Kurválkodtál? Miért? Irigyled? Diane! Diane! Ez neked jött. Karen küldte. Robi nevét is aláírta. Felnyitottad? Oh, a születésnapomra küldte. Rózsák. Tudja, mennyire szeretem a vörös rózsát. Ez is bizonyítja, hát nem, hogy mennyire szeret. Néha arra gondolok, hogy a világon senki se szeret engem. Csak a gyerekeim. Mi lenne, ha leírnád? Annak a nevét, aki rád lőtt, meg Sónára és Robira. Ha leírnád, de csak magadnak. Betehetnéd egy borítékba, és leragaszthatnád. Lehet, hogy ennyi elég egy napra. Karen bármikor a tűzbe is dobhatja, ha akarja. Az ő titka maradna, amit soha senki nem tudna meg.